Jó napot kívánok, Lővi Barna vagyok az Austrodieseltől, és Dél-Magyarországon, Pellérden járunk Pécs mellett, ahol a Messi Ferguson ideálok tartottak aratási bemutatót, mégpedig kukoricabetakarítást. Itt a helyi Gazdakör Kft-nél két ideál is megtalálható, az egyik a 8T-s, a másik pedig egy 9T-s típusszámra hallgató gép, és a terület pedig a helyi Messi Ferguson márkakereskedő a Veloxker Kft. Területéhez tartozik. Aki már több mint 20 éve látja el sikeresen és eredményesen a Messi Ferguson márka képviseletét a régióban. Maguk a Messi Ferguson ideál kombájnok egy 8-10 éves fejlesztési folyamatnak az eredményei, és először hazánkba 2019-2020-ban kerültek, mégpedig három típussal, ideál 7, 8 és 9-es. A legkisebb ideálnak, a 7-esnek egy rotorja van, a 8-as és a 9-es típusoknak pedig két rotorja van. Ebből adódóan ezek optimálisak kukoricabetakarításra, ugyanis ezek rotoros kombájnok. A sikert és a hatékonyságot növeli, hogy a piacon elérhető leghosszabb rotorral rendelkeznek, így gyakorlatilag korlátlan leválasztó és cséplő felületet adnak a gazdálkodók kezébe. A Messi Ferguson ideál igazi siker sztori Magyarországon. A legnépszerűbb termék a Messi Ferguson Ideal 8T-s, amely két rotorral rendelkezik és 550 lóerő teljesítménnyel. Gyakorlatilag ebből adunk el a legtöbbet az országban, és a zöme ezeknek a gépeknek a háromszög alakú hevederes járószerkezettel talál gazdára. Ennek két oka van, az egyik az az, hogy egy 20 tonna fölötti kombájnnal a talajtaposásra is kell már figyelnünk, illetve a kombájnnak a talajfogása, a kiállása sokkal robosztusabb, masszívabb a szántóföldön. Itt említettünk legeket az ideál kapcsán a bevezetéskor, ezek továbbra is fenntartják magukat a piacon, tehát a piac egyik legnagyobb teljesítményű kombánya, akár 650 lóerővel, a piac egyik legnagyobb ürítési sebessége 200 liter per másodperc fölötti ürítéssel, illetve a piac egyik legnagyobb magtartája 17.000 liter feletti teljesítménnyel, illetve kapacitással. De hogy nem csak a legekről beszéljünk, az ideál nem csak a nagy gazdaságoknak a gépe. Az ideál 7-es például egy rotorral és 450 lóerővel a középgazdaságok számára is egy elérhető konstrukció. Ezekhez nem szükséges 10 méter fölötti vágóasztalokat specifikálni, kisebbet is lehet, a lóerőigény is megfelel, és nagyon jól meg tudnak felelni egy haladó szellemű középgazdaságban, ahol szeretnének hatékonyan, alacsony költségekkel és kimagasló prémium minőségben gazdálkodni. De természetesen úgy, ahogy itt a Pellérdi Gazdakör Kft-nél nem csak Messi Ferguson kombájnok vannak, hanem Messi Ferguson traktorok is, például itt is 100-tól egészen 400 lóerőig található erőgépek, tehát nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy a gyártónak a törekvése, hogy ő minden gazdálkodói igényt a kisebb gazdaságtól egészen a legnagyobbig ki tudjon elégíteni, ez 2023-ra sikerült teljesítenie.